Ez a kislány Ivy. Ő egy nagyon különleges gyerek, és talán ezért még nem fogadták örökbe. Ő az utolsó gyerek ott, de nem sokáig, mert két potenciális anyuka van itt, hogy örökbe fogadja őt. Jules és Monica annyira különbözőek, és emiatt szegény Ivy két részre szakad. Nos, legalább az árvaház igazgatója boldog. Először is Monica meg akarja mutatni, hogy mennyire szereti a rock'n'rollt. Nem tud nélküle élni. Bárcsak itt lenne az az Ivy, akit Jules örökbe fogadott. Ő is imádná ezt. De ez az Ivy elég furcsa, és nem szereti Monica zenéjét. És annyira elkényeztetett. Ahogy Jules által örökbe fogadott Ivy is. De ez az Ivy sokkal agresszívabb, mint a másik. Úgy tűnik, mintha hagyná, hogy az érzelmei irányítsák az életét, és nem érdekli, hogy mit gondolnak róla. Ha látnád ezeket az ikreket, nem tudnád őket megkülönböztetni egymástól. Nem csoda, hogy ez a pénztáros is összezavarodott. Monica nem érti, hogy az ő Ivy-ja miért szereti a pasztel színeket. És Jules nem érti, miért nem szereti lánya a színes dolgokat. A lányaik egyáltalán nem hasonlítanak az anyjukra. És olyan engedetlenek. Bárcsak cserélhetnének, akkor a dolgok simán mennének. De Monica és Jules erre nem is gondolt. Minden nap történik valami furcsa. Jules most találta ezt a furcsa tüskés fogkefét. És Monica talált egy aranyos rózsaszín takarót, amitől a haja égnek áll. Egy kicsit fel kell frissítenie, hogy keményebbé tegye. De elfelejtette figyelmeztetni lányát arról, amit csinált. Szegény lány majdnem elejtette a májvacukrot, és a hangulatát határozottan elrontotta. Eközben Jules otthon a sötét dolgokkal tellik meg, és tudja, hogy kitette oda. Bármennyire is próbálkoznak az anyukák, a lányaik egyszerűen nem fognak megváltozni. Monica nem tud rockstar csinálni az édes kislányából. És Jules nem tudja elfogadni, hogy a rockstarja miért nem lesz édes. Mintha más bolygóról érkeztek volna. Az az Ivy, akit Monica örökbe fogadott, a legaranyosabb kis angyal a világon. Imád egyszarvúakat és szivárványokat rajzolni. És Monica egyszerűen nem érti, miért szereti az élénk színeket. Mert a kedvenc színei mind sötétek és gomorak. De Jules Ivy-ja elmesélné, hogy szerinte a világ túlságosan színes. Egyszerűen nem tud szabadulni ettől a sok színtől. Az egyetlen alkalom, amikor a szemét pihenteti, ha fekete-fehérre állítja a tévét. Most ez az Ivy megnyugodhat. Monica még mindig próbálja rávenni a lányát, hogy alkalmazkodjon. Nem lehetne ezt a fényes sminket valami jobbra cserélni? De Monica sminkje nem tartott sokáig. Kedves Ivy létezése ezt semmissé teszi. Jules még mindig meg akarja változtatni kemény Ivy-t. Hát persze. A tüskés ruhái a legelsők a sorban. Azt akarja, hogy a lánya kedves és édes legyen. Amikor valami aranyos dolog megérinti Monicát, az átváltozik valamivá, ami inkább az ő stílusa. Nem lesz könnyű lecserélni őket. Történetek egyszarvúkról, hercegnőkről és más aranyos dolgokról. Csak ne ragadjon bele kemény Ivy fejébe.
Ez nem segít neki elaludni, pont hogy ébren tartja. A rémisztő történeteknek Jules lánya kedvére kell lenniük, de kedves Ivy meg van rémülve. A legrosszabb történet a vakond emberről szól, aki a föld alatt mászik. Minden, amit Mónika viccesnek talál, csak stresszeli Ivyt. Nem akar aludni az éjjeli lámpája nélkül. Szegény Kim. Mónika szülői stratégiája furcsa. Nem Ivy az egyetlen, aki fél, hanem a szomszédaik is, amikor meghallják a sikolyát. Hogy őszinte legyek, Ivy úgy érzi, hogy hiányzik neki valami. Folyton arról álmodik, hogy a másik felét keresi. De ezt felismerni olyan nehéz lehet. A lányok nehezen maradnak hűek önmagukhoz. Nem számít, milyen keményen próbálkoznak. Az anyukáik folyton megpróbálják megváltoztatni őket. Mónika nem engedi, hogy kedves Ivy így menjen be az osztályba. Ez tönkretenné Mónika hitelét. És kemény Ivy is hasonló problémával küzd. Jules eltakarja az összes szegecsét, de Ivy szereti őket. Jules csak azt akarja, hogy a lánya biztonságban legyen. Mi van, ha leesik és megsérül a tüskéktől? Meg se próbálj vitatkozni az anyáddal. Amikor az iskolában vannak és az anyukájuk nem láthatja őket, a lányok végre önmaguk lehetnek. És talán meg tudtak volna barátkozni, ha nem jön az új diák. Mindkét Ivy beleszeretett. Ami azt jelenti, hogy a lányok harcolnak. És nem az anyjukkal. Nickért harcolnak. Kedves Ivy azt akarja, hogy mindenki szeresse őt. Még a tudományos projektjei is szuper aranyosak. Mint ez a pulóver, ami képes feltölteni a telefonodat az ölelés erejének felhasználásával. Kreatív ötlet, de működik. Kemény Ivy kezd irigykedni. Alig várja, hogy megmutathassa a projektjét. Ő találta ki az osztályban. Ez egy do-it-yourself tetoválógép. Ez annyira király. De a tanárnő nincs lenyűgözve. Kemény Ivy pedig egyest kap. Őt azonban ez nem érdekli. Csak az érdekli, hogy szándékosan okozzon problémát. Ha valaki túl sokat mosolyog, azon változtatni kell. Így kedves Ivy elvesztette a kis barátait, mert kemény Ivy felszabadította őket. A lányoknak vissza kell szerezniük őket, de a módszereik nagyon különbözőek. És biztosan összecsapnak. Oh, ez fájdalmas! A diákok új feladata, gyerekeket nevelni. Kedves Ivy nagyon örül ennek, de kemény Ivy, nos, valószínűleg kitalálhatjátok, hogy nem éppen boldog. Úgyis meg kell csinálnia a feladatot, de nem egyedül. A feladat egy közös projekt, az anyukájukkal. Mindkét Ivy biztosan küzdeni fog, mert Mónika és Jules nagyon különböző szülői stratégiákkal rendelkeznek. Ha úgy gondolod, hogy Ivy képes lesz megcsinálni ezt a projektet az anyukája nélkül, akkor nagyon alábecsülöd Jules-t. Szereti a gyerekeket, és ez a baba projekt tökéletes neki. Úgy bánik vele, mint egy igazi kisbabával, és ruhákat is választott neki. A lányok utálják, hogy milyen lett a projektjük. De ha egyszer bejutnak az iskolába, akkor van esélyük arra, hogy helyrehozzák a dolgokat. És ők csak babát cseréltek. Nicknek komoly gondjai vannak a projektjével. Baba helyett egy labda van nála pelenkában. Biztos, hogy egyest fog kapni. Kemény Ivy tehát a megmentésére siet, kicserélte a projektjeiket. De amikor a tanár meglátja a babáját, elborzadt. Nicknek el kell ismernie, hogy Ivy segített neki, tehát nem kap azonnal egyest.
A tanárnő behívta mindkét anyukát az iskolába egy megbeszélésre. Oh, ez egy hatalmas harc. Nyilvánvaló, hogy a két családnak segítségre van szüksége ahhoz, hogy kijöjjön egymással. Amikor a két iker megérintette egymást, újra egy emberré váltak. Ivy megtalálta a belső egyensúlyát. Tényleg van egy gyár, ahol a tökéletes gyerekek születnek? Olyan normálisnak indulnak, de amint elkezdett személyre szabni őket, tökéletes gyermekeddé válnak, és pontosan olyanná, amilyet akarsz. A személyiségük és a megjelenésük könnyen irányítható. Csak nyomd meg egy gombot, és a babádat becsomagolják, és készen áll a szállításra. Remélhetőleg semmi nem keveredik össze a folyamatban, vagy nem csúszik semmibe hiba. Képzel csak el, lázadó babát rendeltél, forró fejűt, és helyette egy édes kis májva cukrot kapsz. Vagy fordítva. Rendeltél egy kis angyalt, és kapsz egy kis démont. Videónk pontosan erről szól. Ivy a kedves lány cuki kislányt rendelt, akit Lorinak hívnak. Ez a baba nem úgy néz ki, mint akit Ivy rendelt. De ő volt az egyetlen a dobozban. Ivy számára ez a legrosszabb, hogy a babagyár nem fogad visszaküldést. Szóval Ivy kénytelen lesz Lori anyukája lenni. Ez a keveredés annyira váratlan volt. Támogasd Lorit lájkolással és feliratkozással. Ivy lassan rájön, hogy ez a baba már az övé. Lássuk a gyerekszobádat, igaz? Tele van aranyos rózsaszín cuccokkal, mert Ivy egy bájos kislányt várt. Talán Lori képes lesz újra dekorálni a szobát és otthon érezni magát. Ivy nem számított ennyire sok változásra. Ivy, nem számítottál arra, hogy a lányodnak személyisége lesz? A szoba másképp néz ki, de ha Lorinak tetszik, akkor Ivynak is. May, hogy van? Lorival ellentétben May nagyon édes és finom. És sok szeretetre van szüksége. Melissánál kötött ki, aki nagyon kiszámíthatatlan. Egy ilyen anyukával élni elég nehéz lesz. Még az ajtót is alig tudja kinyitni. De akárcsak Lori, May is változtat néhány dolgot. Szóval Melissa házában egy szép, aranyos rózsaszín szoba van. May még az anyukája barátját is feldíszítette. Mr. Bones még soha nem volt ilyen aranyos. Hát nem erre a fajta gyerekre számítottál, igaz, Melissa? Amikor te és a gyerekeid nagyon különbözőek vagytok, az sokszor stresszes lehet. De hát nem csodálatos. Mindenki más. Új anyukáinknak meg kell tanulniuk ezt a leckét. Megpróbálhatsz küzdeni ellene, de soha nem fog működni. Megpróbálhatod elrejteni egy lány gyűrűit és láncait, de még mindig megtalálja a módját, hogy szerezzen néhányat. Nézd, még mindig küzd a lányával. Ha csak egyszerűen el tudná fogadni és önmagáért szeretni. Ivy minél inkább próbálja megváltoztatni Lorit, annál kevésbé akarja Lori azt tenni, amit mond. És soha nem fogja megkapni a tiszteletét. Fú, nehéz az anya élet. A gyerekek különféle ruhákat szeretnek. Mik ezek? Csapok? Jaj! De Ivy nem adja fel. Ő épp új fekete pólókat készített magának és Lorinak, de nem igazán sikerültek. Micsoda? Úgy néz ki, hogy Lori bojkottálta az anyját, így megpróbálta eltüntetni a jelet. Megcsinálta. Most a srácok rózsaszín szoknyát viselnek. Lehet, hogy Melissa és May jobban kijönnek egymással. Úgy tűnik, Melissa vacsorát készít. De egy kislány nem tud vacsorát készíteni, mielőtt befejezi a dobszólóját. Ha elég erősen üti meg az edényeket, az étel finomabb lesz. De amióta May megérkezett, nehézségei voltak a dologgal.
kölcsönkérte a dobverőt a saját céljaira. Melissa imádja a dobverőjét, tehát az egyik elvesztése igazi tragédia lenne. Kiderült, May átváltoztatta a botot, és varázserőt adott neki. Ez a heavy metal dobverő inkább úgy néz ki, mint egy tündér varázspálcája. Ó, szegény dobverőm! Melissa soha nem fogja elfelejteni az előző életed. Igaz, amit mondanak, a gyerekek valóban megváltoztatják az életedet. Lori enni készül, és olyan ételt választott, ami illik a személyiségéhez. De Ivy anyja nem hagyja abba a próbálkozást, hogy rákényszerítse a preferenciáit a lányára. A lázadók nem isznak rózsaszín joghurtot. Lori és Ivy megint nem értenek egyet, és Lori most már nem fogja megúszni, mert olyan nyomot hagyott, amit Ivy megtalálhat. Ivy szörnyű hangulatban találja a lányát, és nem akar beszélni. Ivy legközelebb gyengédebb lehetne vele, és ügyelni kell arra, hogy Lori ne csináljon rendetlenséget. Melissa hamarosan felújítja a házát is, és mi lehetne ehhez jobb, mint egy csomó tüske? Ez a párna ordítja, hogy maradj távol tőlem. Nincs olyan dolog, hogy túl sok csap. Mindez a dekoráció békét hoz és belső harmóniát. Az egyetlen dolog, ami megölheti Melissa hangulatát, egy igazán éles sarok. De Melissa nem hagyja, hogy ez a buta asztal megvikassa. Semmi sem készteti sírásra. Ha lenne egy ellentétes vagy gonosz ikertestvéred, hogy néznének ki? Nézd meg videóinkat egy kemény és egy kedves ellőről. Viszlát legközelebb!